Többek között ilyen motorokkal is találkozhattak azok, akik részt vettek a hétvégi szezonnyitó motoros találkozón. A családi nappal egybekötött programsorozatra rengetegen érkeztek a megye minden szegletéből. Dusa Márk, a Gemenc Motoros Egyesület elnöke elmondta, hivatásos oktatóval felállított tréningpálya gondoskodott arról, hogy a ritkábban motorozóknak is segítséget tudjanak nyújtani. Ez a második motoros szezonnyitós családi napunk, az elsőt 2019-ben tartottuk a Tolna megyei baleset megelőző bizottsággal közösen, a közlekedés kultúra napjához kapcsolódóan, ami május 11-re esik. Lényeg igazából, hogy egy családi nap, és itt a Tolna megyei motorosokat és a környékbelieket egy ilyen motoros találkozóra össze tudjuk hívni. Hoffmann Norbert, az Aliszka Motoros Egyesület alelnöke úgy nyilatkozott. A motoros közösség összetartása példaértékű. A kapu a csatlakozni vágyó emberek előtt mindig nyitva áll. Ide pedig a Gemenc Motoros Egyesület meghívására jöttünk, amit nagyon szépen köszönünk. Nagyon jó kis rendezvény, nagyon sok motor van, régi ismeretségünk van. Segítünk egymásnak, szoktunk segíteni nekik a tájékozódási versenyükbe. Ők segítik az október 23-ai, most már rendszeresnek mondható zárógurulásunkat, úgyhogy ezért vagyunk itt, élvezzük a napsütést. Még egy kis motorhang kellene, és már tök jó lenne a buli. A családi nap lezárásaként szexárdot átszelő motoros felvonuláson vehettek részt a kilátogatók.